Dani, mégis hova megyünk? Az egyeskőhöz. Egyeskő? De ez most egy ilyen klasszikus székely beszélgetés lesz? Én kérdezek, te meg állandóan hallgatni fogsz. Figyelj, nálunk a városban, meg mi városi emberek olyanok vagyunk, hogy nagyon szeretünk beszélni ilyenkor, amikor ilyen helyzetben vagyunk, meg egyébként is egy csomó kérdés van a fejünkben, rengeteg dolog érdekel bennünket, nekem is például most eszembe jutott az, hogy az egyeskő miért egyeskő, hogy ez egy hegye, vagy micsoda, hogyha hegy, akkor mennyire magas, meg hogy mennyire van messze. Nem elhelyt. Nem, hanem? Ahogy. Ahogy. Ez az ahajt, ez nálatok valami mértékegység, vagy micsoda? Hát az ahajt, az ahajt, és az ahajt, az ahajt. És miért gyalog megyünk? Csak a te kedvedért. Az én kedvemért? Az, az én kedvemért igazán nem menjünk gyalog, komolyan. Követni miatta ne gyalogoljunk. Hát nem te mondtad, hogy egy kicsit székely akarsz lenni? Az a gyalogláshoz hozzátartozik. Ja, akkor parancs, indulás. És hány kilométer múlva leszek székely? Még nem, jó, látom, még nem. Elvitetnek egy darabot? Rendben. Legyen aggoltam az egész lábam. Add a cuccot gyorsan, gyerek. Mindjárt megy már az eső. Hájt foglalni. Az hú de sürgős. Na. Jó napot. Eszter vagyok. Örlendünk. Jó napot. Jó napot kívánok. Egészséget. Vajon megvárja az eső? Hát jobb volna megvárni egy kicsit. Hát maguknak lehet jobb volna nekünk, nem annyira. Bácsi, kérem, meg tetszik tudni mondani, hogy mennyi idő még az egyeskő, hogy milyen messze van? Hát azt nem lehet tudni, hogy mennyi írtósokat kell menni. Körülbelül mennyi ez az írtósok? Hát vacsorolsz, biztos, hogy többször kell. Levi, hova viszel te engem? Majd az öcsém elvisz az egyeskőhöz. De a maga ismeri az öcsém? Hát, ha ezt találkozunk, akkor megismerjük. Akkor megismerjük. Görgát az ég, János bácsi, lesz-e első? Elhisszük, hogy lesz. Az Isten se tudja, hogy ki milyen nyelven beszéltek. Gyere, Eszter, mindjárt ott vagyunk. Ezt mondtad két órával ezelőtt is. Látod, itt is van már valaki. Szia! Szervusz, testvér! Szervusz! Rendben vagytok? Gondolom, te vagy Eszter. Sokat hallottam rólad. Igen, én vagyok Eszter. Meg szeretnék nézni a lápot. Megmutatod nekünk? Szerintem megoldható lesz. Eredetileg 30-40 ezer évvel ezelőtt volt két nagy kráter. De a kisebb testvér, Szent Anna, ő még mindig aktivált, igen? A következő kitörés után a vulkáni hamu a nagyobb testvért, mint tó, belette, és így erre, hogy jobb legyen, jött a tűzeg moha, és ez évente egyre jobban rohadt el, száradt meg, és így rétegződött, míg teljesen nem befötte az egész tavat. Amúgy Eszternek szóltál, ugye? Megmosta a kezét a Szent Anna tóban. Még ott nem voltunk. Még nem voltunk ott. Ez a szabály, igen. Ha jössz a rossz testvérhez, először lemosod a bűneidet a jó tesónál. Megmosod ott, ahol bűnös vagy. Jóha, akkor nagy fürdés tiszta, lesz ugye? Ebből. Nagy fürdés lesz. Itt. Na, itt lejöhetsz. Szerintem észrevettétek, hogy picit fura a talaj alattunk. Igaz?
Igen, de azt hittem, hogy a láp azért, hogy így húpt, így elsüllyedek benne. Nem, itt a lápnak a vastagsága még 6 méter, úgyhogy itt nem probléma. Mert hogy most per pillanat mi vízen állunk. Ez alatt víz van? Pontosan. Komolyan. És hogyha bűnös vagy... Ha lefúrom, akkor víz van. Igen, mindjárt el fog sietni. Beszakad alattad. Itt hagyunk, menjünk tovább a testvérrel, és akkor nincsen gond. Igen. De még mindig vannak tószemek vagy tengerszemek, ahol még látszik az egész tó felszíne. Mennyire tippeltek körül, milyen mély? Hát innen nézze olyan, mint egy ilyen kis pocsolya. 16 és 18 között van a szám. Segítek. Szóval milyen mély lehet? Nem tudom. Segítek, akkor még jobban, jó? 17 méter mély. Milyen állatok vannak? Állatok? Uh-huh. A savasság miatt nem erős T-Max semmi. Csak a felszínen egy-kettő rovar, ami mozog, de ők se a vízhez tartoznak. Uh-huh. pH érték az 3,8 és 4 között van. De ha kólát szereted, akkor simán ez is elmegy. Na de, a másik fontos dolog, amit sokan nem tudnak. 6 méterig, ha úsznánk lefele, körülöttünk tartana a növényi réteg. Ezután véget érne, ugyanúgy, mint egy csatornánál, folytatódna tovább a víz. Vagyis a 15 tószem a területen össze van csatolva. Innen az első tószemtől simán át tudnánk úszni a következőig. Eszter, Mackóval akkor találkoztál még eddig élőben, vagy egyszer sem? Nem élőben, még egyszer sem. Remélem, a tesó felkészítette arra, hogy mi történik, ha egyel szembe megyünk. Ő? Ez az ember itt mellettem, ez semmire pont. Nem készített fel. Majd megtanít az élet. Felkészítelek én, mert nálunk nagyon sok a Mackó, igen. Na, köszönöm. Szaladhatsz, de ha nem éred el az 50-60 km/h, akkor nem fogsz neki. Kilőve? Ugye? Második? Ez kilőve. Másszunk fára, de ha körben nézünk, akkor kegyetlen a természet, igen? Elég kicsit. Van egy harmadik, amit látunk tényleg mindenütt. Tegyünk halottat, utána békában, a Mackó nem csinál semmit. De oda fog jönni, megszagol téged, és ha ez nem elég a szívinfarkthoz, komolyabban fogja ellenőrizni, hogy halott vagy-e. 8-10 centis karmai vannak, körül mind az ujjaim, és ezt nem tudja behúzni. Ezzel nagyon lazán szétrendezi a testet, majd mikor biztos, hogy nem nyitott koporsós a temetés, tovább megy. Tiszta, ugye? Igen, eléggé. Na de, ha a Mackó távol van, igen, ez jelent 300-400 métert, és észrevetted, hogy közeledik felét. Uh-huh. Akkor kell sikítani, ordibálni, zajt csapni, de ez neked nem lesz nehéz. Minél hangosabb legyek, minél hangosabb, minél rosszabb a hang, annál jobb. Abban jó. Hát akkor igen? Nagyon jó, hát akkor nekem nem kell félni egyáltalán. Úgyhogy mi el fogunk futni, mert nekünk nem megy az ordibálás. Ott hagyunk, te ordibálsz, meg van oldva. Addig mi elszaladunk. Nagyon jó. Köszönjük, Zsurti, aztán majd egy picit bemegyünk, jó? Oké. Okay. Körülnézzünk nyugodtan. Nagyon szépen köszönjük. Isten óvjon. Jó munkát, ezt köszönöm. A legjobbak a teló. Oda nézd, Levi, itt egy csomó áfonya. Mi az? Mit láttál? Itt egy csomó áfonya. Szedünk áfonyát. Ne szedd le. Várj egy percet, jó? Nézd meg, van. Ne szedd le! Eszte. Miért? Mi van? Hát azért. Add a kezembe. Nézd meg ezeket a bogyókat, amiket szedtél. Ez a rendes áfonya, amit meg lehet enni. Azt az egyet megeheted. Ez ugyanolyan, mint az. És ez mérgező. Hogyha úgy szeded le, hogy nincs a bokor alatta, a kettő annyira hasonló, hogy egyáltalán nem tudsz különbséget tenni. Hogy melyik. De mennyire mérgezőek ezek a bogyók? Hát a mámorka az olyan félórás happy állapotot idéz neked. Olyan beállok tőle? Olyan, mintha beszívtál volna valamit. Együtt meg! Egytől még nem. Egy jó csészétől biztos, hogy már éreznéd. Jól is éreznéd tőle magad, de azután meg aztán menne a gyomrod 3 napig. Az igen, szóval akkor inkább úgyhogy most az áfonyászást meg az evést felejtsd el itt, jó? Ezek úgyis védett növények, itt nem lehet csak úgy tépni le, megszedni, egy kicsit tisztelni kell a természetet. Jó, igen, nem gazolni benne, és aztán majd, ha kiérünk, akkor eszel málnát, áfonyát, azt, amit gondol. És ne menjél le az ösvényről, igen, mert itt vannak nehéz helyek. Olyan, mint a gumiasztal. Kicsit nagyobb gumiasztal.
Érzed, hogy reng minden körülötted 5-6 méter közben? Nem bírom, enni akarok. Jézusom, Levi, vedd már ki a botomat! Engedd el! Engedd el! Köszönöm. Eszter! Tessék! Eszter, fordulj felé! Fúj, te undorítom! Nem mozog! Fúj, de büdös! Fogd meg! Fogd meg! Kicsit jelen... Au! És próbálj még egy kicsit együttműködni, már ha isztizel, akkor itt kell hagyjalak. De kapasz, hogyha húzod magad, akkor kijön. Úgy. Még egy kicsit, jó? Jó? Még egy kicsit! Még! Anyu! Na! Most már elnyugodtál? Ezután rád fér egy kis fürdés. Jóisten, ez a Szent Annatú. Itt most megválhatsz a bűneidtől. Mit csinálsz? Belefaragok neked egy jelet. És ez mit jelent? Majd a végén elárulok. Jó? Köszönöm. Na, előre! Nagyon éhes vagyok. Az kajaj, az jó lenne. Jó kis faszulyka leves. Murokkal, növendékhússal. Micsoda? Vörös hagymával. Faszulyka leves? Igen. Na, együnk egy kis faszulykát. Murokkal, meg növendékkel, tök mindegy, csak menjünk. Én a helyedben nem mennék ki. Miért? Nézzél, Raki. Mi az? Medve. Hol? Ott a medve a parton. Bejárnak a tóra inni. Ezt nem hiszem el. Figyelj, Maci, ezt tud úszni. Tudni tud, csak nem szokott. És mi van, hogyha beúszik? Akkor mi kiúszunk. De tényleg logikus, gratulálok. Jaj, Istenem. Levi? Tessék. Mi ez a puszulyka? Baszulj, bab. És a murok? Sárgaréba. És az a növendék, ez micsoda? Növendék? Az növendék. Finom. Nagyon finom. Nagyon nagy az a baci. Majd elmegy. Nem játék.
Milyen szép templom. Ez a gerincei templom. Be van zárva a kapu. Nem lehet oda bemenni. Icuka nénitől el kell kérni a kulcsot. Sziasztok! És ki ez az Icuka néni? Itt a templom kanyarba le kell térni, majd itt Lencike üzlet előtt elmenni, majd jobbra letérni, és onnan balra még. És ott szemben van egy Ildikó néni, de mellette egy zöld kapuban ott van Icuka néni. Tőle kell elkérni a kulcsot. Köszi! Na gyere, menjünk! Mit, te értetted, merre kell menni? Persze! Ja, hát akkor menjünk! Csókolom, Icu néni! Ez így csókolom! Papa! Mit csinál, hogy van? Ez így csókolom! Mi akarok a partot? Kirándulni voltam! Ne akarok ütni bele! Jaj, Földes Eszter vagyok, csókolom! Azért jöttünk, Icu néni, meg tudná-e mutatni a templomot? Nem. Nem, de olyan szép az a templom. Én annyira bemennék. Én Pestről jöttem, és én nagyon kíváncsi vagyok. Sose járt itt? Nem, soha életemben. Nagyon kíváncsi vagyok, és kívülről néztem, mert nagyon-nagyon szép. Levente járt ma. Levente, igen, hát, azért. Ma mutassa be a templomot. Na, Icu néni mutassa be. Mutassa be, Icu néni. Azt mondták, hogy itt Icu néni ennek a templomnak a szakértője, a gazdája. Köszönöm szépen. Csirkéim, elmenjenek! Ne, becsukjuk a kaput a csirkéknek, kimenjenek. Azt mondták, hogy nem találunk, hogyha a templomról minél többet meg akarunk tudni. Megvárjuk, hogy a kulcsát elvegye Icu néni, és akkor oda menjünk a templomhoz, vagy jöjj velünk. Menjünk együtt, és eddig is tud mesélni egy Icu néni. Menjünk együtt. Menjünk akkor. Látod, milyen régi maradi? Aztán. Templom köbe volt Pestben. Úgy, mint belül. Ez a kicsi van a Pecskom megmaradva, hát most van például a 95-ben a Szent György dolog. Jó, meg kell figyelni. A ló rajta a Szent György. Hm. Ennyi van megmaradva. Ennyi. Az építéskor 13. századi. Ez a templomhajó árpádkori. A Szenttér az később gotikus, a 17. századi. Hoztak-e mutatót? Az istók járt. Ők ilyenkel elérszedjem a mutatómat. A Icu néni tök jó. Ah, igen, persze. Icu néni ebből. Az az Icu néni, Icu néni. Icu néni. Icu néni. Icu néni. Nem szeretem. A kazettás mennyezet, reneszánsz, stílus kazettás mennyezet. Itt tetszik látni évszámot, 1628. 103 kazetta van. Kettő nincs egyforma. A templom le volt messzelve. Nem tudták, hogy a mészállatban Pleskót törték össze. Aztán, amikor megtaláltak a Pleskót, 1928-ban letisztítatva a mészapalról, 28-tól 32-ig. Aztán volt 67-ben a Pleskó restaurálva, de csak tisztítva, konzerválva. A Pesre a Szent László legenda megpestése 1330. Hát a... Itzenin, ez a keresztelő? Hát mondtam azt, hogy több mint 1000 éves. Ez a legrégebbi? Ez a legrégebbi. De mert a templomból van az előtte való. Még az előtte levőből. És csak ez a kis keresztelő kult. Hát annyian megérintik így, ne? Több mint 1000 éves. Itt ide kiülhetett a mise alatt? Most én ülök. Régen nem tudom, ki ült ott hátul. Atya, fiú, szentélyek. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szentéltessék meg a te neved. Jön el, te hozzám. Történetnek, hogyha magasabb rendű szakrális jelentését veszed, akkor van egy más magyarázat, hogy a Szent László legenda, ugye az első jelenet az, hogy elindul a király a csatába, és egy ugye, püspöki áldást kap, hogy sikeres legyen a háborúban, amikor elmegy. És közben csatázik, ugye a kun vitézzel, úgy vannak a karakterek megfestve, hogy a két arc szinte, mintha tükörképe lenne egymásnak. Tehát, hogy egy férfi, aki elmegy a csatába, igazából az saját magával harcol. És amikor birokra kelsz saját magaddal, akkor sokszor nem tudod, hogy ki az erősebb, a benned lévő rossz vagy a jó.
És a legutolsó jelenet, ami itt nincsen, de Derzsén megvan, az a fejbenézés. A Derzsén úgy van megfestve, hogy mintha testnek koponyája, mintha a koponyája nyitva lenne. Tehát, hogy az agyát nézi, de hát nem az agyát nézi, hanem a teljes spirituális gondolatvilágát, az érzelmeit, mindent megismer. És akkor beléd lát. Ez mondja is a népnyelv ezt, hogy belelátsz valakibe. Gyere ki onnan! Kezdted élvezni ezt az életet, Eszte? Hát, nem gondoltam, hogy izgalmasabb lesz, mint a fővárosban. Az életre való ember élvezi, a másik meg csak szenved. Kapsz még egy új kalandot? Kapsz még egy rovást a botodra? Hogyha sikerül. Itt vagyunk. De hol az az itt? Szevasztok, áldja meg! Szevasztok. Isten áldja le. Jó napot! Na, megmutatom a barátaimat. Jó napot, Földes Eszter. Honorra vagyok, jó szerencsét. Jó szerencsét. Ferenc Hugo. Ők fognak bevinni minket a barlangba. Hogy milyen barlangba? Ez egy barlang. Hát a titokzatos Hugo barlang. Tehát ezt ismerik a Szégely több száz éve, ez a vizes járat. Itt aklimatizálódni fogsz, hogy kicsit szokjad a nagyobb járatokat, és tudjad leküzdeni. Én oda megyek leaklimatizálódni? Majd bent fölöltözünk. Kénytelen leszel lemenni. Barlangászok ugye, amikor kezdenek, akkor ki kell próbáljuk, hogy mennyire bírják a strapát. És ilyen szűkületen, tehát itt van egy becsöpkövesedő fűtő, és abban muszáj lesz kipróbálni magad, tehát légy szíves, csúszál be, lássuk, milyen ügyes vagy. Ha akarod, megyek előre. Lehet, hogy meg fog szorulni, de azért... Mi az, hogy lehet, hogy megszorulok, mint Mici Mackó, mikor megy a mézőn? Menjek én először, azt a utána tanuljatok meg nem csak a székelyember született a szenvedésre, hanem a barlangász. Ez nagyon megnyugtató volt. És ha egyesen át tudsz bújni ezen a szűkületen, akkor ki fogsz érni a legcsodálatosabb teremben, a buzogány teremben. Ez biztos. Hát ez lesz a kárpótlás. És milyen mélyen van az a buzogányterem? Tehát, hogyha én ott becsusszanok esetleg, hát, akkor... Hát ez... nyugodt lehetsz, hogy nagy baj nem lesz. Ha pár ezer év múlva visszajövünk, akkor meg fogunk kapni pecsöpkövesedre, átkristályosodva, és úgy is fogjuk hívni. Úgy is fogjuk hívni, hogy... Akkor Eszter Junkának hívjuk. És én most ezek után menjek oda, mert ez egy kis rovást ér. Ez én rovást ér. Én rovást? Ez igen. De ha félsz, én előtte kipróbálom. Vegyél mély levegőt. Na jó. Elindulsz? Igen. De hogy fejjel lefele, így már szakadjál. Nem fejjel, hanem lábbal. Tehát indulj be lábbal, ügyesen. Ez nagyszerű. Jó, hát szőkebb jutott kellett volna legközelebb. Sziasztok! Hello, Remi! Kijönni lehet-e valahogy? Menjél tovább, jövök utánad. Na, Levike, akkor most te vagy a soros.
Hát Eszter kicsit vékonyabb, mint én, meg neked rúgdám. Annyit tudok mondani, hogy a barlangász ázik, fázik, de nem pofázik. Hát én se fogok. Hát, ha sikerül. Lassan. Ez eddig jó ment. Hát, persze tovább nagy kínűzás. Ki is kell jönni. Jó lesz. Az, az az. Majd túl találkozunk. Lehet, hogy a túlvilágra gondoltál-e? Ezt a szűk kürtőt túlélted, Eszter, úgyhogy most egy tágasabb, nagyobb helyre megyünk. Ígértem, hogy ha leküzditek a nehézségeket, akkor megmutatom a legszebb termet, a buzogányok termét. Buzogányterem? Miért buzogányterem? Akkorák a cseppkövek? Ez egy barlangi ritkaság. Azért nevezték el olyanok a formák, tehát a galérus cseppkövek a buzogány alakúra nőttek, gyönyörű tónak a visszacseppkövesedés. Ez a legnagyobb terem a Nem csak nagy ez a terem, hanem csodálatos is. Ha figyelitek, a falak tele vannak kristályokkal. Nézzétek, ott egy denevi. Hol? Jó, be gyönyörű. A Székelyföldön ez a bőregér. Bőregér. Hát idáig bejönnek a denevérek? Még bennebb, de ezt a falat szeretik, tehát a fejünk fölött. Azért nézzétek, látszik a nyomot. 30-40-50 denevér is össze szokott gyűlni. Persze vannak, ezek fajonként gyülekéznek, mindegyik megkapja a saját hőmérsékletét, hogy hol tud áttelelni jobban. Na menjünk tovább, szerencsénk volt, hogy láttunk egyet. Hát ez nagyon jó. Nagyon szépen köszönjük, hát csodálatos volt. Fájó szíve, mondom nektek, hogy véget ért a tura. Na és holnap? Megyünk az egyeskőre holnap hajnalba. Az jó. És az öcsém? Megnézzük az öcsémet is. Mi van nektek ugyanaz az öcsétek? Vedd ki a zsákot, Ito. Ki ne nyisd azt a dobozt. Miért? Ez micsoda? Holnap majd megtudhatod. Tedd vissza. Nem teszem, mi van benne? Majd fent megtudhatod, tedd vissza. Ne kíváncsiskodj, inkább vigyál ebből. Ma nagy utat tettünk meg. Én már alig érzem a lábam. Nem arra gondolom. Hát. Kezdtél székelyesedni. Ejszebb. Ejszebb. Ejszebb, itt az idő, hogy bemutassalak az öcsémnek. Thank you.
hova jönnek azok? Gyere, gyere! Gyere, ne állj meg! Nem állt fel a butudot, gyere! Nem emeljen fel, Levi! Nem állt fel a butud, gyere! Levi, nem lehet, hogy elmegyünk arra? Kucuna! Oké, nyugi! Kucuna! Ne! Vissza! Haladjunk! Vissza! Vissza! Gyere! Maradj mögöttem, gyere szépen! Jó napot! Jó napot! Szólna nekik, hogy ne ugasson! Kérem! Jó napot! Szervusz! Leventem, hogy jössz. Szervusz! Eszter! Na, látod? Na, nem is olyan. Csak az elején tűnnek vadnak. Sziasztok! Szép kutyakrékek, milyen, milyen nyakörvük van? Miért ilyen? Farkas ellen. Farkas ellen? Ne tudja elkapni a farkas. Ja, mert hogyha ráharap, akkor jó megszúrjani, de szépek vagytok, sziasztok! Menjünk az öcsémhez. Jó úton vagyunk, ugye itt kifelé. Igen. Nem, már nagyon több régóta megyünk. Több nyaj ki, vagy még van egy? Még van kettő. Ja. Ismered az öcsét? Igen, tehát. Mit nevettek? Semmit. Hát ez nagyon vicces tényleg. Remélem az öcsének jó humora van, nem igaz. Ilyen szép szerencsésen túljutottunk rajta, most akkor kapsz még egy róvást. Komolyan. Ezért jár egy. Jár. Igen, ezért az izgalom, hogy jár egy. Na most már szépen gyülekezik. Most már gyülekezik. Kaptál itt egy párot, majd meglátjuk a végén mennyi lesz. Mindjárt fönt leszünk. Annyira jó levegő van itt fenn. Menni kell, állandóan menni kell, mert akkor haladsz. Hogyha egy helyben tötyöröksz, soha nem jutsz sehová. Igenis. Na, Eszter. Hm? Ez az öcsém. Hol? Ez az öcsém. Mi a hegy? Amit látsz, igen. A hegy az öcsém. A hegy az öcsém. Én mire gondoltam? Hát arra, hogy találkozom az valakivel, öcsémmel. Igen. De miért öcsémnek neveztétek el ezt a hegyet? Az nagyhagymás hegységhez tartozik, igen? És a nagyhagymásnak a kisebb változata. Távolról úgy néz ki, mint a hagymás, csak alacsonyabb. És akkor ugye azt mondjuk, hogy a nagyhagymás a nagyhagymás, az öcsém az meg az öcsém, meg piciké. És a kettő között van az egyeskül. Na és hogyha felmegyünk, igen? Már egy óra, fél óra alatt fel tudsz jönni. Székely fél óra. Egy fél nap. Nem. Az már csak ehelyt van. Ehelyt? Följössz velem, akkor ott fönt kapsz megint egy róvást a botodra. Hát ezért szerintem nem egyet, hanem legalább 15. Ezért én csak egyet adok neked, de hogyha följössz ügyesen, akkor egy fél óra múlva a tetején megpihálhatunk. Na jó, vágjunk neki végül is az én öcsém is, nem? Na. Ha-ho, öcsi! Na, menjünk. Na, gyere, Eszter, gyere! Két. Most megpihenhetsz. Azt a... Na, mit szólsz? Ú, de magasan vagyunk. Fú. Ez egy isteni csoda ez a hely. Azt hittem, hogy soha nem lesz vége. Aj, de meredekre nőtt ez a hely. Öcsik! Ez még nem meredek. Nem-e? Nem meredek. Hát... Az ott a meredek. Ez csak hosszú volt. Az az egyeskő. Az egyeskő. Ahova az öcsém viszel. Az öcsém viszel az egyeskőre. Megmásztad, úgyhogy most jöhet a rovás. Ügyes voltál. De ezt most már egyre szívesebben lógunk föl neked. Thank you.
bírom. Hogy nem bírod? Egy kicsit megpihenünk, és aztán folytatjuk, jó? Mindjárt fent vagyunk. Nem, én nem bírok. Dehogy nem. Kifújtad magad egy kicsit? Nem, fordulunk vissza, én nem tudom. Dehogy forduljunk vissza. Itt vagy mindjárt a tetején. Ilyenkor mi értelme feladni? Ha az olyan legalul feladtad volna, annak lenne értelme. Állj fel. Add a kezed. Úgyhogy arra megyünk, jó? Ne. Mennyi. Ez volt meredek. Látod? Ne. Úristenem, legalább. Úgy. Ez az egyes. Gyönyörű. Ez most kibonthatod. Erős volt. Igen. Minden idők legsikeresebb magyar hegymászója. Ezeken a hegyeken kezdett el járni, meg mászni. Komolyan? Itt kezdett el hegyet mászni? Igen. Én is itt kezdtem. Ezt a zászlót meg ugyanúgy. Te jó ég. Zsolt is egy székely zászlót vitt magával az utolsó mászására. Láttam a tévében. Azt most te hoztad fel, az egyeskőre. Ez egy székely zászló. Szerinted ki tűzte? Sikerül neki? Azért vitte magával. Köszönöm. Elfáradtál? Nem jó. Már félig meddig székely vagy. Állj szép. Más világ. Ezek a hegyek. Nézném tovább. Megjátszanám. De élménynek is más volt, mert tudom, hogy rengeteg embert viszel kirándultatni, de ez most más volt? Más volt. Más volt. Intenzív volt. Igen. 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 Így még nem láttam viszont magam. Nekem mindig az volt a fontos, hogy ugye történjen egy személyiség alakulás is, nem csak neked magamnak is, meg ne csak, hogy is mondjam, felejtetetlen, hanem legyen egy kicsi hozadéka. És... Boldog. Köszönöm az összes továs. Az összes. Köszönöm. Most azt is megmondom, hogy miért van rajta hét. Miért? Hát ugye kérdezted is, hogy miért nem egyes, miért kettes, miért nem hármas a kő. Az egyes kőnek hét része van. Tényleg? Távolról így egynek látszik, de hét magas csúcs van rajta. És körülbelül hét nagy kalandod volt. És nem mindegyiknek tudom. Kaptál egy lóvást. Köszönöm szépen. Ha kirándulni mész bárhová, vidd magaddal. Viszem ma fogja tudni az ösvényt.